Lázas munkálatok folynak a Bakonyharc kiképzőközpont területén. A Hajmáskér közelében fekvő területen már augusztus végén beköszöntött az ősz, hiszen a szeptemberben kezdődő hadgyakorlatokig elő kell készíteni a terepet. A nullponti lőtéren szolgáló katonai és civil állomány már augusztus közepén megkezdte a céltárgyak előállítását és felszerelését, valamint a különböző technikai eszközök lepróbálását. A látszólag háttérmunkálatoknak ható teendők rendkívül fontosak, hiszen ezek nélkül a Bakonyba érkező alakulatok célpontok és harci szituáció nélkül maradnának. A célanyagnak egy része új, illetve folyamatos felújítással kerül ki a lőtérre, majd a lövészetek végrehajtása után, miután beszedésre került a lőtérnek a célmozgató, illetve célanyagállománya, folyamatosan újítjuk föl, illetve egy részét központi készletből pótolják, ami esetleg megsemmisül.